Köszöntöm a rájátszás mai adásának nézőit. Labdarúgás és kézilabda alkotja főként mai sport összefoglalónkat, de stúdió beszélgetésünkből az is kiderül, mire készülnek május elején amerikai focistáink. Lássuk a részleteket! A negyedik helyen álló megyei első osztályú labdarúgóink hazai pályán szerettek volna javítani, miután egy héttel korábban megszakadt a 14 mérkőzésig tartó veretlenségi sorozatuk. A hosszú pály ellen adódott erre lehetőség. A HSM mindenképpen győzelemre hajtott a megyei első osztályú bajnokság 22. fordulójában. A 13. helyen álló hosszúpályi ellen szerették volna felettetni a szurkolókkal a Sárit udvariban elszenvedett vereséget. A találkozó elejétől kezdve látszott, hogy melyik a jobb csapat a pályán. A mieink vezették a támadásokat, a hosszúpályi csak a vereség elkerüléséért hajtott. Bunkerfocit játszva sokáig úgy tűnt, eredményes lesz taktikájuk. Hiába volt rengeteg helyzete csapatunknak, Kálmán Zoltánék sokszor a kapussal szemben állva sem tudták eredményesen befejezni a támadásokat. Egészen a 42. percig kellett várni a vezető gólra. Ekkor Butor Csaba próbálkozott távolról. Szerencsére eredményesen így előnnyel vonulhatott együttesünk a szünetre. A folytatásra megmaradt az első félidő játéka. Helyzetek a mieink oldalán, védekezés a vendégeknél. És maradt az is, hogy a sok-sok próbálkozásból csak egyszer tudott újra gólt szerezni a gárda. Egy szöglet után még hárítani durott a vendég hálóért, de éppen Tóth Zoltán elé került a labda, aki másodszorra nem hibázott. A két gólos siker ellenére nem lehet maradéktalanul elégedett együttesünk, mert ennyi helyzettel bajnokságot is lehetne nyerni. Egy erősebb csapat ellen pedig nem biztos, hogy próbálkozhatnak ennyiszer. A győzelemért járó 3 ponttal maradt a 4. helyen együttesünk. Ezen a hétvégén Hajdútorogra utaznak a bajnokságban. Nem ez volt azonban a HSE egyetlen tétmérkőzése az elmúlt egy hétben. Most szerdán a Deac ellen játszott László Rihárd együttese a Magyar Kupa megyei selejtezőjének 3. fordulójában. A bajnokságban már 2-szer összecsapott a HSE és a Deac csapata. Előbb a debreceniek nyertek, majd egy döntetlen következett idén tavasszal. Most a Magyar Kupa megyei selejtezőjének 3. fordulójában találkozott a két gárda. A mieink rohamaival kezdődött a mérkőzés. Ám hiába próbálkozott csapatunk, vagy a kapufa, vagy az ellenfél kapusa akadályozta meg játékosainkat a vezető gól megszerzésében. Az első félidő nagy részében a mieink uralták a mérkőzést, ám amikor a Deac előre tört, rögtön veszély alakult ki kapunk előtt. Már-már mindenki elkönyvelte a gól nélküli első 45 percet, amikor a fejjel menteni igyekvő Kereki már a saját kapujába juttatta a játékszert. Így aztán mégis egy gólos hátrányban vonult öltözőbe együttesünk. A szünet után cserével frissített László Rihárd, és a feljebb volt védekezéssel próbálta megfordítani a mérkőzés menetét. A taktikai húzás révén ugyan többször került megint zicserbe együttesünk, ám a Deacnak is több lehetősége volt. Az újabb gólt is a vendégek szerezték. Szerencsére azonban ez is egy öngól volt, így ha szerencsés körülmények között is, de az egyenlítés sikerült. A hajrában még Galgócinak volt egy ajtóablak zicsere, de kimaradt. A továbbjutás eldöntése pedig maradt a büntető párbajra. Az első körben nem hibázott senki. A másodikban már igen. A vendégek próbálkozását védte bíró kapusunk. A továbbiakban már mindenki értékesítette 11-esét, az utolsót éppen csapatunk vezetőedzője vállalta el. A lécon állőtt labdával a kupában is tovább lőtte együttesét László Rihárd. A hajdúszoboszlói KSKE utánpótlás kézisei rendhagyó edzésen vettek részt az elmúlt két pénteken. A lányok és a fiúk saját szüleik ellen léptek pályára. Erről, valamint a csapatok bajnoki teljesítményéről érdeklődtünk Zagyva Tamásnál, a gyerekek edzőjénél. A sértülő lányok, illetve a fiúk két korcsoportja is túl van a bajnokságai egy részén. A rájátszásban több-kevesebb sikerrel szerepelnek egyelőre. Vége van az alapszakasznak mind a két csapatnál, és már a rájátszás időszakában vagyunk, úgy a fiúknál, mint a lányoknál. Ugye a fiúknál a lebonyolítási rend úgy van, hogy torna jelleggel jövünk össze, és most egy ponttal vagyunk a felső házban az 5. helyen,
Három nehéz mérkőzésünk volt. A lányoknak elkezdődött a rájátszása a serdülőbajnokságban, megvan az idei első győzelmünk. Idegenben Püspökladányból hoztunk el 2 pontot. Tehát a lányoknál megvan az első siker, míg a fiúknál most a reális célnak tűztük ki a dobogós helyet, de az erőviszonyok úgy alakultak, hogy még nem adtuk föl a reményt, de nagyon nehéz lesz, tehát az már látszik. A lányoknak az utolsó mérkőzése Szeghalmon lesz május 20-án, míg a fiúk május 9-én fognak utoljára, de ott ugye azt tudni kell, hogy 2 csapattal is harcolunk. Ugye van egy U12 meg egy U14-es csapatunk. Igaz, hogy még nincs vége ennek a bajnokságnak, de a szezon végének közelettével már körvonalazódik a terv, hogyan készülnek majd a következő idényre. Az előző évekhez hasonlóan májusban végig fogunk edzeni. Aztán úgymond kiadjuk a nyári szünetet nálunk is, a gyerekeknek is pihenni kell. Tehát nem csak a sportról beszélek, főleg az iskola, tehát a túlterheltség ilyenkor már rajtuk is látszik. Nálunk is a július közepéig szoktunk pihenni, utána már futóedzések vannak, és augusztusban edzőtábor, aztán már teljes gőzerővel készülünk a következő bajnokságra. Az előző 2 pénteket viszont még egész másképp töltötte el a kis csapat. A szülőkkel közösen mókáztak az edzéseken. Meglepetés jelleggel, tehát a gyerekeink nem tudtak. Anya-lánya mérkőzést szerveztünk. A gyerekek abszolút nem tudtak semmiről. Az anyukákkal a háttérben összeszervezkedtünk, és a 20 gyerekhez, úgy így mondom, 16 anyuka látogatott el. Úgyhogy egy nagyon kemény csapattal érkeztek, és egy nagyon jó hangulatú mérkőzést játszottunk. Ez múlt hét pénteken volt, és ennek a jó sikerre való tekintettel megszerveztük most az apa-fiú mérkőzést, úgyhogy most ennek az előkészületei már itt a háttérben láthatóak voltak, érkeznek a csapatok, úgy mondom, úgyhogy most itt vannak az apukák, és az U14-es csapathoz érkeztek. Úgyhogy reméljük egy ugyanolyan jó hangulatú mérkőzést, ilyen edzőmérkőzés jellegűt fogunk játszani velük. Az edző ilyenkor nem a tréner szerepét tölti be. Egészen más, ám fontos szerep vár rá. Én a szigorú bíró leszek ismételten, nem mert esetleg a sérelmeket most levernék rajta a fiúk, amit az egész évben itt a bajnokságon, az edzéseken nem, tehát nem olyan jellegű. Nem, én most megpróbálom korábban tartani az indulatokat, mert múlt héten is volt ilyen jellege, hogy egy-egy gyermek vadászta az anyukáját, ami nagyon, tehát nem volt semmi keménykedés, csak ez egy nagyon aranyos volt, és most is majd erre odafigyelünk, hogy nehogy valami nagyon komoly durvaság legyen, természetesen csak poénból. A játékvezetői szerep mellett persze, azért félszemmel azt is figyelte, hogyan játszottak tanítványai. Én azt várom, hogy nagyon keményen és nagyon komolyan veszik ezt a mai mérkőzést. Nagyon remélem, hogy nem lesz szoros az eredmény, és nagyon nagy előnnyel fogunk győzni. Tehát a szülőktől nem nagy ellenállásra számítasz? A szülőktől is ugyanezt fogom elvárni, és remélem, hogy egy nagyon parás csata fog kialakulni. És így is lett. A jó hangulatú mérkőzés elérte célját. A közös mozgás alkalmával elszántan játszottak mindkét oldalon. Olyannyira komolyan vették az apák és fiaik az egymás elleni mérkőzést, hogy a végén döntetlennel zárult a találkozó. A napot pedig közös tortázás, üdítőzés zárta a sportház aulájában. A pénteki nap után, vasárnap is az utánpótlás kéziseké volt a terep a sportházban. A Hajdúszoboszlói KSK-e U12-es kéziseire hazai pályán várt a rájátszás nyitánya. A fiúk igazán kitettek magukért, mert mindkét meccsüket magabiztosan hozták. Az U12-es bajnokság alapszakaszában a Kulcsár Anita B régiójában szerepelt a Hajdúszoboszlói KSK-e. Igaz, hogy csapatunk csupán a 6. helyet szerezte meg a 8 gárda között, de az eredményeket elnézve mégis bizakulóak lehetünk a jövőt nézve. A felsőházba kerülőkkel is szorosabb meccseket játszott már a 2. körben együttesünk. Az alsóház küzdelmeit pedig éppen a múlt héten kezdték meg a kicsik hazai környezetben. 2 mérkőzést játszottak a vasárnapi játéknapon, s mindkettő magabiztosan nyertek. A másik csoportból érkező Máté Szalka és Fehér Gyarmat 2 sem volt egy csúcsoportban a mieinkkel. A minőségi különbséget jól mutatja, hogy a Máté Szalkát 42-3-ra, míg a Fehér Gyarmat csapatát 32-9-re győzte le a HKSK-e. Mindkét mérkőzésen nyitott vérekezéssel játszottak a srácok.
Sok volt a labdaszerzés és a lerohanásból szerzett találat. A pályára lépők mindannyian kitettek magukért, és a végére mindenkinek sikerült játék lehetőséget biztosítani. Két ekkora arányú győzelem után az élen áll csapatunk a rájátszás tabelláján. Folytatás ezen a hétvégén Nyírbátorban. A hajdúszoboszlói KSK-e MB2-es felnőtt csapata is játszott bajnoki mérkőzést a hétvégén. Juhász Károly csapatára Algyőn várt egy kiesési rangadó. Bár volt a találkozónak olyan szakasza, amikor kifejezetten szépen és eredményesen játszott a kézilabda egyletünk, a végén mégis 3 gólos vereséget szenvedett. Algyő HKSK-e 25-22. Az amatőr NKS-e csapata a 7. győzelmére készült a megyei női kézilabda bajnokságban. Tavasszal a Nádudvar elleni lehetett a második sikerük. Második tavaszi győzelmére készült az ANKS-e a megyei női kézilabda bajnokságban. A Nádudvar ellen erre jó esély mutatkozott, annak ellenére, hogy a vendégek is egyszer már nyertek tavasszal. A két csapat közötti pontkülönbség, ami 7 pontra rúgott a forduló előtt, a mieink sikerét jelezte előre. A találkozó ennek ellenére nehezen akart beindulni. Egyik alakulat sem talált be az ellenfelének az elején. Aztán viszont átszakadt a gát, és beindult a nagyüzemi gólgyártás. Olyannyira, hogy a szünetig 30-szor volt eredményes a két gárda. Az amatőr NKS-e jött ki belőle jobban, 19-11-re vezettek Nagy Mariannék a félidőben. A második 30 percben sem tartalékolt csapatunk. Ekkor 16 találatig jutottak, míg az ellenfelet újra csak 11 gólig engedték a kapujuk közelébe. Kaszás Orsolya és Nagy Marian egyaránt 9-9 gólig jutott. De 7-szer volt eredményes Nagy Ágnes is. A sikertitka ezúttal is az eredményes csapatmunka volt. A támadásainkat lendületes, sokfutásos játék jellemezte, míg a védelem keményen állt a sarat. Ha meg nem a 6-os fal volt kellőképpen a helyén, akkor a két kapus állította meg a nádudvariak támadásait. A 37-22-es sikerrel megerősítette 3. helyét az ANKS-e a táblázaton. Egy pont a hátrány a második Berettyóújfalu mögött. A hajdúszoboszlói NKS-e is győzött a múlt hétvégi fordulóban. Zelizi Miklós csapata 18 nyeretlen mérkőzés után egy magabiztos sikerrel zárta le az eredménytelen korszakát. A püspöktarány otthonában érték el győzelmüket 24-12-es arányban. Az amerikai futball hajdúszoboszlói képviselői egy újabb lépcsőfokhoz értek. Május 9-ére tervezik a Spring Bowl elnevezésű teremtornájukat, ahol végre hazai környezetben láthatjuk játszani őket. A tornáról és a későbbi tervekről Kis Lászlóval, az egyesület elnökével beszélgettünk. A hajdúszoboszló Rhinos kicsit több, mint egy éves egyesület. Az amerikai foci híveitől ez idő alatt megszokhattuk, hogy mindig törik valamiben a fejüket. Most is így van. De hogy pontosan miről is van szó, azt megtudhatjuk mai beszélgetőpartneremtől, Kis Lászlótól. Köszöntelek a stúdióban. Én is köszöntelek, és a nézőket. Na, miről van szó? Tulajdonképpen arról van szó, hogy megalakulásunk óta szerettük volna elérni azt a első nagy lépést, hogy itt Hajdúszoboszlón is be tudunk mutatkozni. Tehát hazai pályán meg tudjuk mutatni az érdeklődőknek az amerikai foci minden szépségét. Igaz, hogy nagy álmainkkal ellentétben először még csak kis pályán, tehát erre most lehetőség van május 9-én egy 4 csapatos aréna torna keretében. Ugye részt vettetek már hasonló tornán, Salgótarjánban. Ahhoz hasonló lesz ez a rendezvény is? Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy igen. Tehát eltérés nagyban nem lesz. Annyi van, hogy a Salgótarjáni aréna torna az egy 9 csapatos aréna torna volt, egy egész napos, tehát délelőtt, nem is tudom, 10 órától tartott egészen késő estig. Itt viszont egy 4 csapatos aréna tornáról van szó, ugyanúgy 2x15 perc futóórával egy-egy mérkőzés, tehát jobban pörögnek majd az események. Kik lesznek a résztvevő csapatok, amilyenken kívül természetesen? Házigazdaként ugye természetesen a Rhinos. Gödöllőről jönnek a Kalózok, Gödöllő Pirates, illetve a Vác Pandas, és a Salgótarjániak jelezték, hogy ők is szeretnének érkezni, így a Salgótarjáni Rascals szintén itt lesz. Korábban említetted azt, hogy itt nem csak a csapatok lesznek vendégek, hanem az amerikai futball országos vezetőségéből is jelezték részvételüket. Valóban így lesz-e?
Olyan visszajelzést kaptam a szövetség a MAFS-nak, a Magyar-Amerikai Futballszövetség elnökétől meghívás után, hogy mindenféleképpen próbálja az idejét úgy beosztani, hogy el tudjon jönni. Tekintettel arra, hogy ősztől indul az aréna bajnokság. És ugyanez még nem 100%, de elképzelhetőnek tartjuk azt is, amennyiben a szövetségnek megfelel a rendezés körülménye, elképzelhetőnek tartjuk azt is, hogy jövő év elején, tehát 2016 elejére csúszik át ez az aréna bajnokság. Az egyik helyszín, kelet-magyarországi helyszín, akár Hajdúszoboszló is lehet. Mondom, hangsúlyozom, ez nem 100%-os. Mi szeretnénk elérni azt, hogy a bajnokság egyik házigazdája lehessünk, viszont ehhez az kell, hogy a szövetség úgymond előírásainak megfeleljen. Meghívtuk a szövetség elnökét, Boda Gábort, aki jelezte, hogy vagy ő egyedül, vagy a szakmai vezetéssel együtt látogatást tesz, tehát lejönnek. Én bízom benne, hogy egész nap itt fog lenni, és akkor utána mondjuk a lehetőség van az arénatorna lezártával egy buli keretében, egy ilyen vendégül látjuk a csapatokat, egy ilyen buli keretében megbeszélni azt, hogy mi az, amin változtatnunk kell? Van esély arra, hogy egyáltalán, hogy a bajnokságban házigazdaként szerepeljen a hajdúszoboszlói sportházba a Rhinos? Érdekesnek hangzik, bennem egy kérdés merült fel rögtön. Ez a jövő év elejé, hogyha úgy lesz, hogy itt lesz aréna bajnokságnak fordulója, csak mint házigazda vesz részt a Rhinos, vagy mint csapat, tehát a bajnokság résztvevőjeként is? Az már tulajdonképpen eldöntött, hogy a bajnokságban részt veszünk. Tehát indulni fogunk. Egyelőre ez a bajnokság úgy néz ki, hogy 10 csapat, 5 helyszín. 2 Nyugat-Magyarország, 1 Közép és 2 Kelet-Magyarországi helyszínnel. A 2 Nyugat-Magyarországi az legjobb tudomásom szerint Kaposvár, Pécs. A Közép-Magyarországi lenne Salgótarján. És a Kelet-Magyarországira bejelentkeztek biztosan a miskolciak. Miskolc Lions, igen, azt hiszem a Miskolc Lions, illetve, mint mondtam, akkor mi lennénk a következők, de ha nem is kapjuk meg a rendezésjogát, helyszín, tehát nem lehetünk házigazdák, a bajnokságban mindenféleképpen indulunk. A mostani májusi torna, az tulajdonképpen a második teremben lévő arénatorna lesz, igen, ahol részt vesztek. Salgótarjánban volt az első, ott sikerült győzelmet is szerezni. Mire számítasz a mostani tornán? Én a szívem szerint azt mondanám egyébként, hogy nyerjük meg. Természetesen mindenki úgy fog felmenni a pályára, hogy a győzelem. És az a legfontosabb, és azért minden meg fog tenni. Én látom a srácoknak a munkáját egyébként az edzéseken, hogy itt nem arról szól a történet, hogy most hazai pályán megmutassuk magunkat, és csak megmutassuk magunkat. Hazai rendezés mindenféleképpen szerintem adrenalin bombaként fog hatni a srácokra, az is, hogy rengeteg ismerőse lesz kint, családtagok, stb. És ehhez méltán az elvárás szerintem önmagunkkal szemben kevés az, hogy most már azt mondjuk, hogy a tisztes helytállás. Nem, győzni akarunk. Mindenféleképpen, aki ezt a sportot űzi, az szerintem bármilyen meccsre kimegy, akár vendégként, akár házigazdaként, mindenféleképpen a győzelem az, ami a számára a legfontosabb. Mindemellett, hogy a győzni akarás nagyon fontos a csapat számára, mindemellett másodikként azt említeném, hogy végre megmutassuk azt több mint egy év elteltével, hogy hova jutottunk, mert eddig sokat foglalkozott velünk ugye a sajtó, hála jó Istennek, az interneten folyamatosan megjelenünk, de most már úgymond kézzel foghatóan, tehát test közelből lássák azt, hogy a hajdúszoboszlói rinocéroszok azok mire képesek. És biztos vagyok benne, hogy a csapat bármelyik tagja nevében kijelentettem, hogy mindenki a maximumot, sőt nem 100, hanem 110%-ot fog kihozni magából. Hát így legyen, és az eseményről igyekszünk tudósítani, beszámolni az eredményetekről. Sok sikert kívánunk. Nagyon köszönjük, szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. A Hajdúszoboszlói Sporthorgász Egyesület a hétvégén tartotta éves környezetvédelmi és társadalmi munkanapját. Az elvégzett feladatokról Radácsi Gábor, az Egyesület elnöke tájékoztatta nézőinket. Minden év tavaszán összegyűlnek egyszer a Hajdúszoboszlói Sporthorgász Egyesület tagjai, hogy környezetüket rendbe rakják, szemetet szednek, nádat vágnak, ellenőrzik az Egyesület eszközeit. A részletekről Radácsi Gábort, az Egyesület elnökét kérdeztük. Mai napon tartotta a Hajdúszoboszlói Sporthorgász Egyesület a szokásos éves környezetvédelmi és társadalmi munkanapját. Szerencsére nagyon jó idő fogadott bennünket, kiváló volt a munkavégzésre. Közel 40 tagunk jelent meg különböző munkákat végezni. Sikerült a pontyos és a mélytavon körbevágni a nádat.
A tűzgyújtási szabályok megszigorodása miatt nem tudtuk a levágott növényzetet elégetni, de így most egy új módszerrel lekaszáltuk az egészet, és itt a saját területünkön került elhelyezésre. Úgy gondolom, hogy nagyon szép kulturált terület alakult ki a horgászok számára. A nád levágásán kívül a fák szokásos tavaszi karbantartása is megtörtént. Több tagunk kisgépekkel segít ilyenkor a munkát. Láncfűrésszel, bozótirtókkal, valamint kis traktorral végeztünk munkákat. Ezentúl az egyesületnek a csónakjának a karbantartása is megtörtént, valamint csónakból harradarral körbejártuk a három belső tavunkat, feltérképezvén a meder állapotát. Szerencsére megállapítható, hogy bár alacsony a vízszint, de megfelelő vízmennyiség van a tavakban, valamint hogy nincsen jelentős feliszapolódás. Ezentúl a pontyostóba egy kivágott fából úgynevezett süllőfészket, vagy a halak ívását segítő helyet alakítottunk ki, valamint a eddig felgyűlt szemét elszállítása is megtörtént. De nem csak a környezet szépül meg a horgász idényre. A megfelelő körülményeket hal telepítéssel is biztosítják az egyesület tagjai számára. Telepítések történnek a tavaszi időszakban. Hónap elején volt egy telepítés, amikor 7 mázsa, ponty és 60 kg harcsa került telepítésre a tavainkba, valamint április 30-án lesz még egy telepítés, amikor szintén 7 mázsa pontyot telepítünk a tavakba, hogy minél jobb lehetőség legyen horgászainak a halfogásra, valamint a napi egyesek számára is jó fogási lehetőségeket biztosítva. Szép környezet, megfelelő halmennyiség. Minden adott tehát a jó fogáshoz. Most már csak a kapásra kell várni az egyesület tagjainak. Szombaton 2 kézilabda mérkőzés lesz a sportházban. Délután 4-től a felnőttek, este 6-tól a juniorok játszanak az MB2-es kézilabda bajnokságban. Az ellenfél mindkét esetben a mezőtúri AFC csapatai lesznek. Vasárnap délelőtt 11-től a hajdúszoboszlói Asztali Teniszklub játszik csapatbajnoki mérkőzést a Kossuth utcai tornateremben. MB3-as együttesünk ellenfele a JASZ Kunvolán SC lesz. Vasárnap a sportházban rendezik meg a tavasz legérdekesebb kézilabda mérkőzését. A hajdúszoboszlói NKS-e az amatőr NKS-e ellen lép pályára a megyei női kézilabda bajnokság városi rangadóján. A kezdési idő 13 óra. A mérkőzésekhez jó szurkolást kívánunk. Friss hírekkel a jövő héten várjuk Önöket. A viszontlátásra!